rendhagyó vallagási ünnepséget tartott a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium. Rendhagyó vallagási ünnepséget tartott csütörtökön a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium. Az épületekbe a szülők nem léphettek be, csak az udvaron adhatták át virágaikat a gyermekeiknek. Az udvaron rendezett ballagási ünnepségen Palkó Fanni 11. D. osztályos tanuló búcsúzott a végzős évfolyamoktól, a ballagók nevében pedig Kőkény Róbert 12. D. osztályos tanuló, majd a végzős osztályok képviselői emlékszalagot kötöttek az iskola zászlajára. Tisztelt tanáraink, szüleink és kedves ballagó diáktársaim! 4 évvel ezelőtt együtt léptük át az iskola kapuját, akkor még idegenekként. Idegenek voltunk egymásnak, és a környezet is hozzánk. Emlékszem, az első napokban még teljesen megszeppenve ültünk az iskolapadban, és a füzeteink elejébe írtuk fel tanáraink nevét, hogy azokat el ne felejtsük. De egymást már lálasan jelölgettük Facebookon. Alig kellett néhány hét, és idegenekből barátokká lettünk. Már a padban sem ültünk olyan csendben. Most itt állunk, és számvetést tartunk. Mi minden történt velünk a 4 év alatt. Bizonyára mindannyian emlékszünk az első élményekre, a gúnyavatónkra, az osztálykirándulásokra, és azokra a programokra, ahol osztályból közösséggé lettünk. Gyorsan eltelt ez a néhány év. Elérkezett az a nap, melyet már mindannyian annyira vártunk, a ballagások napja. Hosszú út van mögöttünk, amely nem mindig volt olyan sima, mint ahogyan mi azt elképzeltük. Tele volt-e az út elágazásokkal, mélypontokkal és magaslatokkal. Ma véget ért a közösen megtett út. El kell, hogy búcsúzzunk egymástól. Más-más irányba haladunk tovább, de rengeteg dolog van, amit magunkkal viszünk. Gondoljunk csak azokra a tanácsokra, amelyekkel tanárunk láttak el minket, a sok-sok emlékre, és azokra a kötelékekre, barátságokra, melyeket egy életre kötöttünk. Kívánok nektek rengeteg erőt és kitartást az akadályok leküzdéséhez, sok sikert céljaitok eléréséhez. Kedves alsóbb éves diáktársaim, kívánok nektek eredményes éveket. Gyűjtsetek minél több élményt és emlékeket, mert nem is gondolnátok, milyen hamar elmegy ez a néhány év. Próbáljátok lehető legtöbb tudást magatokra szerezni. Végezetül szeretném tolmácsolni az évfolyamom nevében hálánkat és köszönetünket szüleinknek, akik 4 éven át segítettek minket. Gondolataimat Adi szavaival szeretném zárni. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a szép diákvilág, és mint a fecske alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák. Majd ezt követően az erekjéket átadták a 11. évfolyam képviselőinek. A ballagó diákokat Gánóczi Ferenc, a 12. D. osztályfőnöke az alábbi gondolatokkal búcsúztatta. Tisztelt főgondnok úr, tisztelt iskolavezetés, kollégák, kedves szülők és ballagó diákok! Hadd kezdjem a beszédemet az idei év egyik tanulságával. A járványhelyzetben nem tudtuk megtartani a szalagavatót a hagyományos formában. És én azt gondoltam, hogy a diákok csak azt fogják ebben sajnálni, hogy nem látja őket a nagymama szép ruhában táncolni. De kellemeset csalódtam, mert az osztályom tagjai elkezdték rajtam követelni a szalagokat. Ők viselni szeretnék, mégpedig mi hamarabb. Ez a szalag lehetne egy üres jelkép is, egy erőltetett hagyomány nem kívánatos terhe, de most bebizonyosodott, amit amúgy eddig is sejtettem, hogy nektek, kedves búcsúzó diákok, nem az. Ti nem véletlenül vagytok szentannaisok, hanem azok is akartok lenni. Az emberi elmét valahogy úgy alkotta meg a Jóisten, hogy nehezen enged el bármit is. Minden elválás gyász folyamatot indít el, a megszokás vaskos szálakkal köt minket hozzá még a kevésbé kellemes dolgokhoz is. Sokan rabságuk helyszínét is nehezen hagyják el szabadulásukkor, de arról is szólnak visszaemlékezések, hogy a lövészárokba vágynak vissza a veteránok. Hiszem, hogy nektek azért sokkal nehezebb elhagynotok ezt az iskolát, mint a fogolynak a börtönét. Lehet, hogy sokszor a bezártságot, a szorongást, a kudarctól való félelmet jelentette ez az intézmény, de ha belegondoltok, itt mindenki csak adni akart nektek, és nem elvenni tőletek. Adni akart tudást, szemléletmódot, odafigyelést, és nem csak a tanár, hanem a saját diáktársatok is.
Ugyanúgy működött ez, mint egy családban. Sok mindent kaptatok, és sokat adtatok is. Ez az adok-veszek nem mindig működött zökkenőmentesen, de az biztos, hogy megváltoztatott titeket ez az iskola, és ti is nyomot hagytatok rajta. Vagyis személyiségetek részévé vált, ti már örökké és visszavonhatatlanul szentannaisok vagytok. Ebben az intézményben észrevétlenül felnőtté váltatok. Kezdetben óvatosan ismerkedtetek, most magabiztosan kommunikáltok. Kezdetben kóvályogtatok az óriási parkban, most céltudatosan mozogtok. Kezdetben nem tudtátok, hogy mit tudtok, most viszont tudjátok, hogy mit nem tudtok. Kezdetben szerettetek volna lenni valamik, ha nagyok lesztek, most meg nagyok vagytok, és lenni akartok valakik. Kezdetben azt hittétek, hogy ez nagyon hosszú lesz, most tapasztaljátok, hogy elillant. Kezdetben a családtól és az iskolától is biztonságérzetet kaptatok, most kezditek érezni, hogy az iskola után lassan a szülők is elengednek titeket. Mivel nálunk lettetek felnőttek, adnunk kellett nektek olyan útravalót, ami az autonóm felnőtt élethez szükséges. Ilyen a tudásnak és a munkának a szeretete, a fejlődés és az önfejlesztés képessége, a másik ember megbecsülése, és szerintem ilyen a hazaszeretet is. Tudom, hogy mindez benne van a tarisznyátokban, kívánom, hogy évtizedek múlva is tanuljatok belőle, tudjatok belőle erőt és táplálékot meríteni, és hogy a lelketek Szent Anna is részére mindig büszkén tekintsetek. Majd Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész az iskola fennállásának 100. évfordulójára készített harangja szólalt meg a jeles napon, köszöntve a távozó végzősöket és a messziről érkezett vendégeket. Több évtizedes szép hagyomány, hogy az iskola gépes felvonulással búcsúzik a várostól. A jelen helyzet sajnos ezt nem tette lehetővé, így jelképesen a ballagási ünnepségen felsorakozott munkagépek kürtjét szólaltatták meg a végzősök, ezzel köszöntek el a várostól és az Alma Mátertől, majd a kiemelkedő teljesítmény nyújtó tanulóknak Gyökeres Sándor igazgató adott át jutalmakat. A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium Oktatói Testületének határozat alapján Kökény Róbert 12. D-osztályos tanulónak az iskola díszkulcsát adományozta. Könyvjutalmat kapott a 12. A-osztályból Bakó Tünde, Fehér Sándor, Kis Tiborc, a 12. B-osztályból Fekete Nóra, Nagy Pál, Nagy Sándor, Ragályi Mihály, Dícsei Attila, Molnár Lajos Attila, Túri Márton. A 12. C-osztályból Majzik Anna Dorottya, Kolozsvári Georgina. A 12. D-ből Agócs Laura Bianka, Kökény Róbert, Nagy Lajos. A 13. A-osztályból Jónás Dóra, Molnár János Máté. A 13. B-ből Fazekas István Balázs, Galambos József és Pádár Lajos. A ballagási ünnepség a végzős diákok elvonulásával ért véget.